A dalmandi focipálya most a legkisebb játékosoké. Egyedül vagy társas módon versenyezve, vagy csak az ügyességüket próbára téve szabadon választhattak és játszhattak egész családok nagyszülőstől unokástól együtt. Mindent szeretnénk kipróbálni, már az összes játékot kipróbáltuk, ezt a népi játékokat is, meg a csúszdát. Mindent, a gyerekekkel főleg. Elmaradhatatlan a főzőverseny ilyenkor. A pörkölt ördögök régi motorosok a főzőcskében. Évtizedek óta járunk főzni, mondhatom ezt. Kezdtük Bonyhádon a Tarka Fesztiválon, oda jártunk rendszeresen, utána Dombaváron volt egy Lecsó Fesztivál, azon szerepeltünk, ide faluba pedig 3-4 éve járunk vissza, visszatérő vendégek vagyunk. A dalmandi falunapi rendezvény célja, hogy összekovácsolják a közösséget, megmozgassák a gyerekeket, a középkorosztályt és az időseket. Negyedik éve rendeznek Dalmandon falunapot. A szűkös anyagi helyzetünk ellenére is azt gondolom, és az árak emelkedése mellett is, a vállalkozóink segítségével, amit nagyon köszönök nekik, képviselőtársaimnak, közmunkás dolgozóknak, hivatali dolgozóknak, hogy mindig összetartunk és egy csapatként dolgozunk, hogy kivitelezhessük, és ne az önkormányzatot terheljük az anyagi kiadásokkal. A nap vége felé sztárfellépők is érkeztek. Szandi, Pál Dénes és Kacsor Feri szórakoztatta az egybegyűlt közönséget.